Zene, tánc és vidámság töltötte meg tegnap délután a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola udvarát. Bajor polkát, keringőt és marsot is játszott a Ceglédberceli Kisparti Fúvós Zenekar. A Német Nemzetiségi Egyesület ifjúsági tagozata pedig bajor tánccal kedveskedett. Az iskola első alkalommal szervezett Oktoberfestet, amit a gyerekek már izgatottan vártak. Nagyon jó kis mulatság lesz szerintem. Azt mondta nekünk a néptánc tanárunk, hogy ha jól sikerül, akkor megszervezzük minden évben. Melyik program tetszik neked eddig itt a legjobban? Nekem hát ez a teke. Nagyon tetszik. Minden a vidámságról és a finom ízekről szólt, csak úgy, mint a müncheni Oktoberfesten, ami a világ legrégebbi és legnagyobb népünnepéje. A németek ilyenkor együtt énekelnek, táncolnak, finom ételeket esznek és sok sört isznak. A sör kivételével a katolikus iskolában is volt minden, ami az Oktoberfestre jellemző. Kolbász, káposzta, perec és rétes is. Meg persze rengeteg népi játék. Van a ugróiskola, van a célbadobás, egy fokanállal kell végigvezetni a labdát, és még van egy, amiben 5 gyerek belelépésé egyszerre kell mozogniuk. Az Oktoberfesten az iskola valamennyi diákjának kedveskedtek programokkal. A cél kettős, egyrészt, hogy a gyerekek, szülők és pedagógusok jól érezzék magukat, másrészt, hogy vonzóbbá tegyék a német nyelvet és hagyományokat. Sajnos az utóbbi időszakban a német nagyon mostoha nyelv lett, majdnem úgy, mint régen az orosz nyelv, egyre kevesebben választják, és ezt próbáljuk egy kicsit visszahozni, hogy nagyon szép nyelv a német nyelv is, és nagyon szép hagyományok vannak a német nyelvterületen, amit érdemes éltetni és megmutatni, bemutatni a gyerekeknek. Vannak azonban jó példák is arra, hogy érdemes németet tanulni. Az iskolában szép számmal vannak olyan gyerekek, akik szorgalmasan tanulják a nyelvet, és nyelvvizsgát is szeretnének tenni. Első óta tanulok németet, nekem nagyon tetszett alapból a német nyelv, mert azt kevesebben beszélik, mint az angolt, és ezért így különlegesebb. Nagyon szeretnék majd kimenni Németországba is, vagy Svájcba, például egy sóbányát megnézni, meg sóbarlangot is. Az Oktoberfest programjai nem korlátozódtak csak az udvarra. A gyerekek a tantermekben kipróbálhatták a nemezelést, és egy különleges fotózáson is részt vehettek. A számítógép segítségével egy gyönyörű bajor tájat varázsoltak mögéjük.